a reggeli után elindultunk, és most megérkeztünk a Loch Nesshez. Várjuk Nessit, hogy előbukkanjon a tóból. Tehát ez a Ness tó. Úgy tudom, hogy Loch, az ugye a skót lék, tehát a tónak a jelentése. Ott vannak ilyen, nem látom, ott egy hajó, szerintem ugye itt is körbe lehet hajókázni a tavat. Meg lehetne kenózni is, Zoli már várja. Nessit, hogy fel... Fölkészültünk mindenre. Igen. Hát, ha megjelenik Nessi. Jól néz ki, azért nem gondoltam én se régebben, hogy eljutok ide, ilyen helyekre. Szívesen. Jó van, ha látjuk Nessit, akkor rakjuk a képeket. Érdekes. Mondjad. Érdekes, hogy azt mondják, hogy a tó nem alkalmas arra, hogy nagyon alaposan átvizsgálják, mert ilyen nagyon tőzeges állítólag az egész a alja, és nagyon sötét színű a víz. Hát itt a alacsony vízszint, ez nem jellemző, tehát itt kristálytisztának tűnik. Bár valószínűleg a mélyebb rétegeben tényleg nem lehet látni semmit. Állítólag azért nem találják meg ezt a Loch Nessi szörnyet sem, mert nagyon mély a tó, és egyszerűen nem lehet, nem lehet látni lent a mélységben. Lehet, hogy ott az egy olyan üreges sziget, ott ahol van, ja nem, hát igen, az nem sziget, hanem ott be lehet majd sétikázni. És lehet, hogy az alatt üreges, és ott lakik a Nessi család. Most nem tudom, mennyi ideig maradunk, majd meglátjátok. Ez a Loch Ness tó mellett található. Nem tudom, mire utal a költő. Vicces. Néha látni olyat, hogy tank, néha látni olyat Angliában, hogy nem tudom, ugye nyulak, szarvas ez az amaz, de eddig ez viszi a prímet. Találtunk egy ilyen kis csónakot. Valószínű, aki ebben a házban lakik, az övé. És ilyen kis cuki padot. Fából van kifaragva. Jól néz ki. Most megyünk át ugye arra a részre, ami ott van. Jó, én meg csak levideózom, hogy ott a kis kapu ívén, bolt íven, ott egy Nessi szörny szobor. Az olyan megpróbálja lefényképezni, az meg majd fönn lesz a Facebookomon is. Elindultunk egy sétányon, egy ilyen picik a kis ösvényen, úgymond. Minden, nem tudom, 5 méteren le lehet menni a tóhoz. Szembe hegyek, oldalt egy, most egy nagy rét van, nagyon jól néz ki az egész. Épp, hogy befejeztem az előző kis videót, már rögtön balra ez a látvány fogadott. Nagyon jól néz ki az egész környezet. Hát ez biztos, hogy nem fogjuk most ma körüljárni, mert ha jól tudom, jól emlékszem, 37 km hosszú, 1,6 km széles, de 37 km hosszú. Tehát esélytelen, szerintem hajótúrára sem megyünk ma, hanem megyünk Invernessbe, de majd meglátjuk. Amúgy még itt vagyok én is, élek. Mindig Zolit veszem, most egy picit sok a dolga, most éppen nem akar beszélni, úgyhogy majd én mondom el az adatokat. Azért szeretem, hogyha ő mondja el, mert ugye én kamerázok, én erőltetem folyamatosan, hogy vlogolgassunk, úgyhogy egyszerűbb, hogy én veszem, ő megbeszél. De most ezt a tó körüli
kirándulást, ezt én fogom egyedül fölvenni. Az a baj, hogy nem lehet haladni, mert annyira szép mindenhonnan a kilátás, hogy egyszerűen 5 méterenként megállok és bekapcsolom a kamerát. Hát ezzel nem lehet betelni a látványa. Most azt nem tudom, hogy elérek a sarokig, akkor ott bemegyek az erdőbe, vagy a fák mellett visz az ösvény, majd mindjárt jól megnézem veletek együtt. És úgy látom, hogy be kell menni. Ilyen növények vannak, nem csak a tó körül, hanem ahogy jöttünk az úton, végig ezeket láttuk, ahogy beértünk már a Skót felföldre. Megpróbálom majd megmutatni, de amúgy ezek magasabbak, mint én. Ezek a fehér, nem tudom mik ezek, növénykék szállnak folyamatosan az úton, és nagyon jól néznek ki. Mellettem madarak szállnak, hatalmasítom ugye a növényzet. Előbb kikapcsoltam, mert jött a párocska, nem akartam őket zavarni. Hittem, hogy alszanak, mint látjátok. Hálózsákban az a lényeg, hogy nem szabad tüzet rakni, és ugyanúgy itt éjszaka itt töltötték. Hatalmasak a fák. Jól megyek tovább, mert Zolit ma megint lehagytam valahol. Hát ez nagyon eszméletlen jól néz ki. Azt hittem a Loch Ness-i tó körül nem lehet ennyire körbe menni. Azért nagyon reménykedek, hogy semmilyen állat nem fog elém ugrani. Ha már a tóban nem látta a Ness-it. Néha hallok egy-egy madarat. És más nagyon semmit, csak a lépteimet. A madarakat és az angolok káromkodását mentek le éppen a tóhoz. Ők fognak itt aludni éjszaka. Egy hálózsákban. Hát azért nem gondoltam, hogy ilyen hatalmas erdőben megyünk át. Azt hittem, hogy csak egy picit belemegyünk az erdőbe, és akkor utána kérünk meg a tó partjára. Oda. Zolit még nem találtam meg, az nagyon előre ment. Úgy azért már jól lenne utolérni őt. De egy kicsit szedem a kis virgácsaimat, és hát megtalálom őt minél előbb. De úgy ilyen az erdő, nagyon sűrű aljnövényzete van, itt hatalmas fák, meg is állok inkább. Ott azt hittem a túlpart, de szerintem az a, amit még mutattunk, az első helyszínről, ez nem tudom, hogy most ez a túlpart, vagy csak egy ilyen öblös részen van kialakítva, tehát hogy így oda lehet kicsit sétálni, és aztán megyünk tovább, és úgy van a túlpart, vagy ez már konkrétan a túlpart, nem tudom. Amúgy itt vagyok a kis és kicsit koszos cipellőmbe próbálom utolérni Zolit, mert felhívtam, hogy hol van, azt mondta, hogy ő is csak megy, és előbb-utóbb utolérem. Nem mondtam neki, hogy azért jobb lenne, ha megállna, mert ő jó pár méterrel előttem volt. Megint közben videózgattam. Ott már hallani
hogy vágják a fákat. Remélem csak az öreg fákat vágják, mert ezt nem akarják megritkítani, ez nagyon-nagyon jól néz ki. És még mindig nem találtam meg Zolit, pedig már nem tudom hány perce. Jövök, és semmi. Meg már vagy negyed órája bent vagyok itt az erdőbe egyedül. Haladni is akarok, hogy egyszer végül utoljam Zolit. Mondom, hogy álljon meg, de biztos vagyok benne, hogy nem állt meg. Na, itt ilyen közel van már a tó, eddig sokkal messzebb kellett menni, csak elértünk egy ilyen öblös részhez. És akkor arra megyek tovább. Update, utolértem Zolit, ő már rögtön megtámadta a kis táskámat, és iszik. Benne volt a legértékesebb dolog. Elneveztem szörnek, mert véletlenül azt mondtam a sör meg a cider helyett, hogy ször. Szörzözök. Az, igen. Úgyhogy Zoli nem engem várt, a sört, tehát egyértelmű. Úgyhogy utolér, de legalább én annak örülök, hogy kivett a sört, annyival könnyebb a táskám. Ennyi. Win-win szituáció. Jaj, hogy fogjam már. És megyünk tovább, valahol keresünk. Én azt mondtam, azért menjünk tovább, hogy keresünk valahol egy jó kis helyet, ahol megisszuk a sört. Tehát ez... Én már nagyon szemes vagyok. Ez a helyet. Van egy trükk, ismeritek? Ez biztos, hogy olyan rázolva ez a sör. Nem lehet neki nyitni. Meg kell kocogtatni a körmötökkel. És pofán fog spriccelni. Mondtam. Hát ez a Zoli féle trükkök egyike, úgyhogy őt ne kövessétek ilyenbe. Valamilyen szinten igaz, de egyébként beszokott válni. Most kicsit tovább kellett volna még az oldalt. Na, kocogtassuk magunkat arrébb. Persze, ilyenkor már jönnek emberek, előbb is már jött, vagy öt ember. De amíg tök egyedül voltam, addig sehol senki. Na, úgyhogy megyünk tovább. Bocsánat, mindig lefogom a kamerát. Zoli a kezembe nyomott mindent is. Hopp, jó. Meg vagyok, és akkor ott egy ilyen régebbi típusú hajó. A túloldal az meg egy picit újabb típusú hajó, és szerintem mi most egy ilyen kikötőbe álltunk meg fényképezni. Kezdve Zoli fényképez. Na jó van, akkor ebből ennyit most. Amúgy itt a kikötő, és Zoli sőre, Zoli fényképez. Ezzel a kis videóval köszönünk el Loch Ness-től. Előbb leültünk egy kicsit a kavicsos partra. Én ettem egy szendvicset, Zoli megitta azt az egy darab sört, és most megyünk visszafele, mert elég sokat mentünk ugye az elnökező irányba, úgyhogy szerintem egy jó 20 perc, míg visszaérünk a kocsihoz, az a legalább. Úgyhogy a Loch Ness ennyi volt, ez a rész is, és akkor a következő részben megláthatjátok, hogy a Loch Ness után hova mentünk. Valószínű Invernessbe, de nálunk ez nagyon random, hogyha találunk valamit, akkor ott állunk meg, és lehet, hogy ott töltjük az éjszakát. Ez a következő részben kiderül.